20 milliárd Békés megyében tovább folytatódik a közfoglalkoztatási program. Népszavazás a betelepítési kvótáról, hitelesítették a kormány kezdeményezését. 10 helyszínen, 14-jére, jövő héten kezdődik a tavaszi fesztivál. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Varga Diana vagyok. 2016-ban közel 20 milliárd forint áll rendelkezésre a Békés megyei közfoglalkoztatási programok működtetésére. Ebben az esztendőben a járási startmunkaminta és a ráépülő programokban összesen 62 település kapcsolódik majd be. Pántja Imre, a foglalkoztatási osztály főosztály vezető helyettese kiemelte, a tavaly elindított úgynevezett Varrodai program egész évben működik majd. Ők a startmunkaminta programokban dolgozók munkaruházatát készítik el. Az önkormányzati útőr programban az önkormányzat kezelésében lévő utak, közterületek és kerékpárutak karbantartása lesz a legfontosabb feladat. Hogy a belügyminisztérium meghozta azt a döntését, amivel a 2016-os közfoglalkoztatási programoknak a forrás részét megteremtette. Itt egy nagyon komoly összegről beszélhetünk megyei szinten, hiszen több mint 19 milliárd 23 millió forintot kapott a megye összességében, ami egyébként 1 milliárd forinttal több, mint a 2015-ös évben volt, és ez több mint 14.200 embernek fog lehetőséget biztosítani arra, hogy a közmunkaprogramokon keresztül forrást tudjunk biztosítani az ő bérükre. A Nemzeti Választási Bizottság hétfői ülésén hitelesítette a kormány kötelező betelepítési kvótáról benyújtott népszavazási kezdeményezését. Orbán Viktor február 24-én az aznapi kormányülés szünetében jelentette be, hogy népszavazási kérdést nyújtott be. Békés Csabán a megkérdezettek többsége ellenzi a betelepítési kvótát. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Így szól a kormány által a Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott és már hitelesített kérdése. Ez azt jelenti, hogy aki elveti a kötelező betelepítési kvótát, tiltakozik az ellen, vagyis nemmel szavaz majd a népszavazáson, az valójában egyszerre áll ki Magyarország függetlensége mellett, és utasítja el a Magyarországra történő kötelező betelepítést. A brüsszeli javaslat arról szól, hogy szétosszák a tagállamok között a bevándorlókat. Azt, hogy egy tagországba hány bevándorlót telepítenének, egy képlet, a Juncker képlet határozná meg. Ez alapján, ha azt vesszük, hogy évente 1,2 millió bevándorló érkezik Európába, akkor Magyarországnak 15 ezer embert kellene letelepítenie évente. Olvasható a kormány információs honlapján. Békés Csabán a megkérdezettek többsége egyetértett a népszavazás kiírásával. Volt, aki a megyeszékhelyen működő menekültábort hozta fel példának, amelyet egyszer már fel is gyújtottak annak lakói. Köszönjük, nem kérünk abból, hogy idegenek települjenek ide. Itt Békés Csabán is ugye volt a menekültábor, ott is. Sok gondot okoztak, még egyszer föl is gyújtották. Most nem figyeltem az eseményeket, hogy mi történt, de hát nyilván azért szeretném, hogyha biztonságban lennénk mi is, és a gyerekeink is. Örömmel fogadom, és fogok szavazni, hogyha lehet. Vagyunk elegen, így is annyi a munkanélküli, hogy most még akkor még hoznak is hozzá, szóval. A megkérdezettek közül azonban akadt olyan is, aki teljesen feleslegesnek tartja a népszavazást ebben a kérdésben. Szerintem teljesen fölösleges. A kormány végül is mindent el tud dönteni. Hát igazából nekem eléggé közömbös ez a szituáció, tehát hogy végülis 1500 emberről van szó. Én nem gondolom, hogy ebből népszavazást kellene csinálni. A határozat ellen a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a kúriához. Majdnem 20 tonna ruhával érkezett Törökországból az a magyar rendszámú kamion, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei Gyula közelében ellenőriztek. A legális szállítmány közül hamisítványok is előkerültek. A teherautót, ami Gyulánál lépett be az országba, szúrópróbaszerűen ellenőrizték a pénzügyőrök. A rakomány átvizsgálása során derült ki, hogy a legális áruk között rafiazsákokban csak nem 1000 darab hamis termék rejtőzött, közel 5 millió forint értékben. A helyszínen a gépkocsi vezető nem tudta bemutatni
átadni a jogtulajdonosok engedélyét, így a szállítmányt a pénzügyőrök lefoglalták, és a szerzői vagy a szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése büntette, és iparvédelmi jogok megsértése büntette miatt indítottak eljárást. A baba születése után 3 helyet 6 hónap áll rendelkezésre az egyszeri életkezdési támogatás igénylésére Békés Csabán. A városvezetők a közgyűlés legutóbbi ülésén döntöttek a módosításról, melynek célja, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel. A babák szülei 2015. január óta igényelhetik a 42.500 forintos Csaba baba támogatást. Az összeget az önkormányzat nyújtja azoknak a családoknak, akik a gyermek születésekor és az azt megelőző 3 évben is Békés Csabán éltek. A helyi vezetés ezzel az összeggel a kezdeteket szeretné megkönnyíteni, egyben a városhoz való kötődést erősíteni a gyermekeket vállalóknál. A program idén is folytatódik, a szülők az életkezdési támogatást a hivatal szociálpolitikai osztályán igényelhetik. Korszerű a digitális oktatás számára meghatározó jelentőségű szolgáltatást indított útjára a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. A különleges eszköznek köszönhetően a Jankai Tibor általános iskolában a tanórákat élőben közvetíthetik és videóra rögzíthetik, amelyet a pedagógusok, a szülők és a diákok is visszanézhetnek. Emellett videokonferenciát is rendezhetnek a programban résztvevő intézményekkel. A sporttagozatos diákok, tornászok és vívók érkeznek történelem órára. Ezt hetente több alkalommal is megteszik, ezúttal azonban nem csak stábunk kamerája rögzítette az órát, hanem egy olyan eszköz is, amelynek köszönhetően az is gazdagodhat Ugrai Gábor előadásában, aki nem volt jelen a teremben. Az informatikai berendezésnek 3 kiemelt funkciója van, amellyel azt tesztelik, hogy a videokommunikációt, illetve az anyagrögzítést miként lehet beépíteni az oktatásba. A videokonferenciának a lényege, hogy olyan találkozók is létrejöhetnek, amik korábban nem tudtak volna a virtuális térben. A másik nagyon fontos az élő közvetítés, ez azt biztosítja, hogy a teremben lévő előadást, tanórát, szakkört, ünnepséget az interneten élőben figyelemmel kísérheti bárki, mindenféle jogosultság nélkül. Ez már a Videautórium nevezetű honlapunkon figyelhető meg, és ehhez kapcsolódik a harmadik funkció is, a tanóra rögzítése. A rendhagyó történelem órán a diákok az 1848. március 15-i eseményeket idézték fel. Március idusán Petőfiék elindulnak a Pilvax kávéházból, és végig fogjuk követni az ő útjukat egészen a nap végéig, egészen a Nemzeti Színházig. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló program során 11 nem fővárosi iskolában szereltek fel egy-egy tantermet ehhez hasonló informatikai eszközökkel. Az intézményben dolgozók és a tanulók már több alkalommal használták a berendezést, és az a terv, hogy a jövőben a lehető legjobban kihasználják a lehetőségeket. Az oktatásban használjuk az eszközt, ugye először, amíg még ugye nem kaptuk meg a képzéseket, akkor a Skype-os óráink tartásához használtuk, hiszen ez nagyon alkalmas ez az eszköz rá, illetve a Videautóriumban ugye most kerülnek rögzítésre azok az első órák, amiket elsősorban a kollégákkal osztunk meg, majd nyilvánvalóan ezeket az órákat szeretnénk megosztani a szülőkkel is, illetve a gyerekekkel természetesen. A Jankai iskolában ezen a héten több órát is felvettek, amelyek mindenki számára visszatekinthetőek lesznek majd a világhálón. A labdajátékok oktatását mutatták be nemrég a Békés Csabai Mackó Kuckó óvodában. Az óvodavezetők minden hónapban ellátogatnak egy kiválasztott intézménybe, hogy eszmét cseréljenek és tapasztalatokat gyűjtsenek. Az öltözőben egy kis zenés bemelegítés után már indult is a csoport a tornaterembe, ahol a város óvodavezetőinek, illetve pedagógusainak mutatták be, a Mackó Kuckóban hogyan történik a labdajátékok oktatása. Az országban egyedülálló az a Békés Csabai kezdeményezés, hogy minden önkormányzati óvodában térítésmentesen biztosítanak a kicsiknek néptánc, beszédtechnika és labdás foglalkozásokat. Utóbbihoz az intézmények eszközt is kaptak. 1001 labda program keretében a mi óvodánk is jelentős mennyiségű labdát kapott ehhez a programhoz, úgyhogy ezeket a gyerekek nagyon örömmel használják. A labdás foglalkozások egy héten egyszerre a nagycsoportos korú gyermekek számára vannak megtartva, de egy kicsit vegyes csoport alakult most, mert középsős korosztály is csatlakozott, úgyhogy természetesen engedtük, mert nagyon örülünk, hogy a gyerekek önként jelentkeztek erre a programra.
A labdajátékok mindenhol máshogy történnek, hiszen mindenki mást emel ki. Rálik Anita foglalkozásán is látszott, hogy bár a kicsik játszanak, közben fejlődnek az érzékszerveik, hiszen a gyerekek megsimítják a labdát, megállapítják színét, méretét, formáját. Alakul a téri orientációjuk, illetve megtanulnak odafigyelni saját és mások testi épségére torna közben. Olyan óvodapedagógus választja akár a beszédművelés, vagy a gyermektáncot, illetve a mozgásfejlesztés azon belül is a labdajátékokat, akinek ehhez az átlagnál egy kicsit nagyobb affinitása, nagyobb érdeklődése van, és nagyon-nagyon intenzíven beszél a foglalkozásokon való jelenlétet. Az oktatás nem csak a fiataloknak, hanem a felnőtteknek is jót tesz. Az óvodapedagógusok ugyanis lehetőséget kapnak arra, hogy új oldalokat mutassák meg. Jövő héten hétfőn kezdődik a tavaszi fesztivál. Idén újdonság, hogy olyan fellépők, művészek is érkeznek Békés Csabára, akik eddig még sosem jártak itt. A főszervező a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, de 10 helyszínen történnek majd folyamatosan az események. Ezek a képek fogadták a média képviselőit a sajtótájékoztatón. A videó hűen tükrözi azt, hányféle szórakoztató műfaj közül válogathat, aki idén ellátogat a rendezvényre. Persze a szervezők a jól bevált hagyományokkal idén sem szakítanak, és sok csabai származású, kiváló, érdemes művészt, énekest invitálnak majd meg. És értékes a produktum is, ugye, amivel szolgálnak. Na hát itt ebben az esztendőben is sok ilyen esemény lesz, ugye keretbe is foglalja egyébként a békéscsabai kötődésű művészek produkciója, ugye a tavaszi fesztivált, mert 7-én a vasutas koncert fúvózenekarral kezdünk, március 7-én és április 4-én Tóth Péter zongoraművész ad majd koncertet itt a Csaba Gyöngyében, és a keret között pedig közel 50 eseménnyel válja a 15 társszervező a látogatókat. A Békés Csabai Jókai Színház társulata is részt vesz a fesztiválon. Több magával ragadó darabot visznek színpadra, amelyek közül az egyik a Daydreamers angol nyelvű előadás, de bemutatják a Bánk Bánt is. Szabó K. István erdélyi magyar származású rendező fogja színre vinni a darabot. Zalán Tibor dramaturggal karöltve egy picit a szöveget 21. századi vátéve. 12 tagú gyerekkórus is szerepel az előadásban, és nagy várakozással nézünk mi is az előadás elé. A szervezők fontos szempontnak tartják, hogy megpróbáljanak mindenfajta kulturális ízlést kiszolgálni, és lehetőség szerint minden korosztálynak szervezzenek olyan programot, ami felejthetetlen élmény lehet a több mint egy hónap alatt. A múlt század elejé kereskedelmi világot idézi vissza a Békés Csabai Bolt Múzeum. A különleges hangulatú kiállítás idén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból kiadványt jelentetett meg, és ünnepi műsort szervezett az intézményt fenntartó kereskedelmi szakközépiskola. Az osztrák-magyar monarchia legnemesebb vívmánya a kávéház. Immáron 20 éve fogadja a látogatókat a Békés Csabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában az 1996-ban megnyílt Bolt Múzeum. Fennállásának jubileuma tiszteletére az iskola tanárai különleges multidéző műsort adtak az alkalomra összegyűlt vendégek számára. Az intézmény vezetője ünnepi köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola tanára, Bagyinka Erzsébet mindvégig önszorgalomból, ellenszolgáltatás nélkül gondozta a múzeumot. Az a megbecsülés, amikor ide megérkeznek a vendégek, és ők bármikor széles mosollyal és teljes odaadással mondja végig az eszközök nevét, a múzeumban található kiállítási daraboknak a funkcióját, ugyanazzal a széles mosollyal, mint amit ezelőtt jó néhány évvel megszokhattunk tőle. A Bolt Múzeum tárgyai egy olyan letűnt korról mesélnek, amelyben a kereskedők és a vevők között még szorosabb volt a viszony. A régmúlt az régmúlt volt, több idejük volt az embereknek, jobban ráértek. Ezt így sajnos be kell látni, el kell ismerni, de biztos, hogy lenne olyan szegmense ennek a kereskedő vonalon, ennek a vevő, eladó-vevő kapcsolatnak, hogy valamiféle személyesebb kapcsolatot teremtsenek.
A 20 éves évforduló alkalmából különleges sorszámozott kiadványt is megjelentettek, amelyben megtekinthetők a kiállított tárgyak, és azok története is megismerhető. A Békés Csabai Bolt Múzeumhoz hasonló intézmény mindössze 2 működik még az országban. Békés megyei írók, költők, képzőművészek ismét egy asztalnál. Az Elek Tibor által indított irodalom és képzőművészet következő állomásához érkezett az Ibzenben, ahol a vendég ezúttal Lonovics László festőművész volt. Az irodalom és képzőművészet programsorozat célja az, hogy sajátos fénytörésben mutasson be 2 alkotót, egy írót és egy képzőművészt, akik beszélgetnek, reflektálnak egymás műveire. Így a közönség sokszor érdekes meccéspontokat fedezhet fel a különféle alkotások között. Van, akit kimondottan inspirálnak képzőművészeti alkotások, ugye költőket, írókat, és fordítva is képzőművészt, festőművészt, grafikust is inspirálhat egy-egy vers, vagy akár regény, nem beszélve azokról, akik kimondottan illusztrálnak ugye a irodalmi alkotásokat, gyerekkönyveket, vagy akár felnőtt műveket. Elek Tibor és Lonovics László már hosszú évek óta követik egymás munkásságát, sőt többször előfordult, hogy a festőművész az irodalom történész köteteit illusztrálta. Azért is tartom ezt fontosnak, hogy általában ugye az irodalom az a verbális nyelv, ugye a verbális kifejezés eszközeivel él, ugyanakkor a képzőművészet is valamiképpen a képen túl a képzőművészek is meg tudják fogalmazni egyrészt a képzőművészeti alkotásokhoz való viszonyukat, illetve az irodalomhoz való viszonyukat. És hát természetesen az is a cél, hogy minél több irodalom és képzőművészet szerető közönséget verbúváljunk egy helyre. Amellett, hogy 2 művészeti ág keresi egy-egy ilyen est alkalmával a közös találkozási pontokat, a programsorozat érdekességét az is adja, hogy olyan műhelytitkokba pillanthat bele a közönség, melyekre soha nem gondolt volna, amikor olvas vagy éppen néz egy műalkotást. Ez volt már a híradó. Amint arról korábban beszámoltunk, már április 15-e és 17-e között rendezik meg a Gyulai Pálinka Fesztivált. A közelgő rendezvényről, a fesztivál hátteréről és az áprilisig elvégzendő munkáról lesz ma szó a híradó után az aktuálisban. Vendégünk Bora Imre, fesztiváligazgató lesz. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!